Dolgoznak a gépek, folyik a munka az új telepen a József Attila utcában. Az elmúlt héten ugyanis elkezdődött az önkormányzat útépítési beruházása. A következő időszakban két utca kap szilárd burkolatot ezen a városrészen, tájékoztatta televíziónkat Kiss Zsigmond önkormányzati képviselő. Tulajdonképpen az új telepen ugye a város vezetésének a döntés alapján, testületi döntés alapján ugye elkezdődtek a munkálatok, megvan a nyertes cég, aki ezt a munkát végzi, és a József Attila utcán kezdődött el a munka, és a Bartók Béla utcát fogja megérinteni. A Bartók Béla utcán a teljes hosszon megvalósul majd az útépítési beruházás, a József Attila utcán pedig ugye az első keretből, ami jutott, az tulajdonképpen a Nádudvari út féltől, ahogy jövünk ki fel a régi TSZ úttól, kezdődik, és a volt Mezőimre utca most jelenleg Gárnyi Géza utcáig fog tartani. Az elmúlt egy-két hétben történt meg a munkaterület átadása a vállalkozónak, megvan a felelős műszaki vezető, aki ezt a felügyeli az egész munkát, és a múlt héten, hétvége felett, csütörtökön kezdődtek el itt a munkálatok a József Attila utcán. A fejlesztés során elsőként útalapot kapnak az említett utcák. Ehhez az önkormányzat újra hasznosítja a korábbi beruházások alkalmával kitermelt kőtörmeléket. A kivitelező pedig a méretre zúzott kőtörmelékkel feltölti, majd pedig aszfaltozza az utat. Hát a kőtörmeléket ugye, mint korábban is beszéltük, tehát azokból a előző beruházásainkból, ahol ugye például a Hurónál, vagy a piac rekonstrukciónál, vagy pedig a művelési háznak a rekonstrukciónál merített kőtörmeléket ugye feldolgozzuk, feltörettük, és abból fog megvalósulni tulajdonképpen itt az út építése. Ez kibővül azzal, hogy ugye tulajdonképpen a vasútépítés során közel 2000 köbméter tört betont kapunk majd a vasúttól, és ennek az együtteséből fog megvalósulni az az útépítés, amit ugye most tulajdonképpen elkezdtünk. Sikerült elérni, meggyőzni a képviselő testület tagjait arról, hogy azzal, hogy itt egy útalapot építünk, nem oldottuk meg ezt a problémát. Mindenképpen zárjuk le egy szilárd burkolatú úttal. Szakmailag jól felkészült gárdáról van szó. Már azt tekintve is, hogy úgy szedik ki az útalapból a földet, hogy utána azonnal töltik fel a törmelékekkel, tehát a maga a betontörmelékkel. Már maga az is egy elég komoly dolog, hogy ugye a nagy autókkal itt végigjárják, megjárják ezt az anyagot. Én úgy gondolom, hogy ennek a veszélye, hogy ez megsüllyed, nem lesz. A megvalósuló beruházás összesen 100 ingatlant érint. Az új telepen több mint 1 kilométer hosszúságú új út épül meg, így az érintett utca lakóinak ezután rossz időben sem okoz majd gondot a közlekedés, tudtuk meg képviselő úrtól. Olyan beruházást folytatunk, amit már ugye az elmúlt ciklusban elkezdtünk, ugye a Kölcsey utcán, meg a Besenyi utca első felében már oda egy utat építettünk a szennyvíz hálózat kiépítés előtt, és azt szeretnénk folytatni, hogy minél hamarabb megvalósuljon az új telepi város részben a 100%-ig lefedett útépítés. Ennek a következő lépcsője az, amit most tulajdonképpen megtörténik, a József Attila utcán és a Bartók Béla utcán, és én bízok benne, hogy ennek a befejezését követően minél hamarabb tudjuk folytatni. Az útszakasz, amit megvalósul az új telepen, az közel 1 kilométer hosszról beszélünk. Az ingatlanok pedig, amit érint, ez egy közel 100 családot fog érinteni, egy-két eltéréssel, de én úgy gondolom azért nem mindegy, hogy most két családon segítünk, vagy két lakásnak a bejárását oldjuk meg, vagy pedig 100 ingatlan tudnak megközelíteni. Azt tudnunk kell, hogy erre forrást az önkormányzat biztosított, semmilyen uniós vagy egyéb pályázati forrást nem adnak erre. Meg tudják közelíteni akár a személyszállító, akár a mentő, akár a tűzoltó, akár a betegszállító, és ki tudjon jutni bármikor, hogyha probléma van. Na most ezeket a forrásokat nyilván a városnak kell előteremtenie, ezért vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, tehát azon leszünk, hogy a továbbiakban is megfelelő forrást tudjunk ezt biztosítani. Régi vágyuk teljesül a beruházással az új telep lakóinak. A József Attila utcában élők riporterünkkel megosztották, örülnek a beruházásnak, és annak, hogy a közeljövőben aszfaltozott úton közlekedhetnek. 2 éve lakom itt az új telepen, illetve a József Attila utcán. Hát a szomszédokkal, hál' Istennek, rendben vagyunk, nincs semmi baj. Örülünk ennek, hogy fejlődik az új telep, mert valóban örülünk. Markolóval dolgoznak, kimarkolják a földet, zúzott követ hoznak, hozzák a köveket, így nincs probléma a munkásokkal, a dolgozókkal nincs probléma. Például télen a mentők, akármilyen probléma van, mert én beteg ember vagyok, magamról tudok mondani véleményt, vagy felszólalni. Könnyebben jönnek be, a fát veszünk, vagy akármilyen autó
téma van, könnyebben bejutnak az új telepen itt az utcákba. Miért lesz jó? Hát biztos jobb, mert én értem is, nagyon sokat jön a betegszállító vagy a mentő, sőt, meg már volt, mikor helikopterrel vittek el, és hogy hát ne kelljenek itt embereknek lesni, hogy hát be tud jönni, vagy nem tud bejönni. Nem csak én értem, nagyon kiöregedett az utca. Fiatal szint alig van. Nem tudom, van-e 4-5 ház, ahol fiatalok vannak. Tehát megkönnyíti a mindennapjait. Meg, így bizony. És nem itt kéne kerékpároznunk, meg motoroznunk, hanem hogyha van jó út, akkor még én mindig megvárom azt, hogy tehát, ha látom, jön kerékpáron, megvárom az út elején, hogy kijöjjön, mert ugye én elég bizonytalan vagyok, nem akarok a nagy gödörbe, mert ezt kiárkolták. A Püspökladányban az elmúlt években elvégzett és jelenleg is zajló, illetve tervezett fejlesztési projektek azt a célt szolgálják, hogy még komfortosabbá tegyék az itt élők, tanulók, dolgozók mindennapjait, illetve hogy növeljék a város turisztikai vonzerejét. Éppen ezért a Gyűjtő út és a Huró útépítés után ismét folytatódnak városunkban az aszfaltozási útépítési munkálatok.